egy ilyen gyönyörű szám után, ami végső soron Tamás Gábor Erdély, ó, szép hazám, ez volt a címnek a számnak. Ezek után mi jöhet más, mint egy másik mesevilág. Tényleg egy másik mesevilág, és nekünk van egy szenzációs mesemondó kutyák, egy kis Ágnes. Úgyhogy Ágikám, hát akkor kezdjük tulajdonképpen veled, és Szent Mihályról lesz szó a mese, vagy arról fog szólni a mese. És akkor ez az, hadd szóljon. No hát abban régi-régi antivilágban a dolgok még másképpen voltak, mint mostanság. És azt is elmondom nektek, hogy miért. Na mert akkor az még úgy volt, hogy ha egy léleknek itt lenne a földön, betelt az ideje, akkor az Úr leküldte érte Szent Mihályt, hogy hozza fel a színe elejébe, hogy ítélkezhessen fölötte. Na egyszer is az Úr szólította Szent Mihályt. Na Mihály fiam, látod-e ott azt az özvegyasszonyt azzal a négy kicsi gyermekkel? Na annak a lelkit hozd föl nekem. Na úgy is volt. Szent Mihály lemegy az asszonyhoz, bekopogtat az ajtón. Ha amikor az asszony kinyitja, s meglátja Szent Mihályt, az úgy megijedt, úgy megrémült, elkezdett könyörögni, elkezdett rimánkodni, hogy jaj, hát így meg úgy, itt van ez a négy kicsi gyermek, a legkisebb is nem, még olyan éppen totyogó forma, hogy csak még egy esztendeig, hogy nevelgethesse őket. Addig-addig könyörgött, rimánkodott az asszony, míg Szent Mihálynak megesett rajta a szíve. Hanem hát, lélek nélkül nem mehetett vissza az Úrhoz. Na gondolta, keres valami szolgálatot. Ott nem messze egy nagy gazda ember, az éppen akkor eresztette szélnek a kocsisát. Adjon Isten szép jó napot, beállhatnék-e kocsisnak? Éppen jókor jöttél, fiam. Ha aztán mennyi bért kérsz? Hát én csak annyit, amennyit az előzőnek adott. S az jó lesz neked is? Ha annak jó volt, nekem is jó lesz. Hanem annyit azért kikötök, hogy az alatt az egy esztendő alatt, ameddig kennél szolgálok, ne kelljen mosolyognom senkire, s ne kelljen köszönnöm senkinek. Hát csodálkozott a gazda. Na de hát, kárt nem csinál, s így aztán egymás tenyeribe csaptak, s meglett az egyesség. No hát, a kocsis elkezdett dolgozni. Ha hitták, gyűjt, ha küldték, ment. Ha valami dolga akadt a házba, hát csak bement, elvégezte, amit kellett, s aztán kifordult szó nélkül. A cselédek, házok meg összesugtak a háta mögött, hogy na hát, ez az új kocsis, hát nem köszön, nem mosolyog. Már kezdték kérdezni a gazdát. A gazda meg csak vonogatta a vállát, hogy ő biza nem tudja. Csak hát amikor beállt, akkor kialkutta magának. S tudjátok, az úgy van, hogy az alkuba még mindent bele lehet tenni. Hanem ha egyszer már az egyesség meglett, abból bizony kivenni már semmit nem szabad. No hát, vége felé járt már az esztendő, s gazda azt mondja a kocsisnak, na, fogd be a lovakat, megyünk a vásárba. Úgy is volt, felültek a bakra, s mentek. Egyszer csak szembe jött velük egy szegény ember. Na, a kocsis fogta a kalapját, hagyjon Isten szép jó napot. Nézett a gazda, hát ez meg köszönj. Furdalta az oldalát a kíváncsiság, de nem szólt semmi. És aztán mentek tovább, és egyszer csak szembe jött velük egy sántakódus. A kocsis megint csak vette a kalapját. Ágyan Isten, szép jó napot kennek!
Nézi a gazda, nézi. Má igencsak nagy lyuk volt az oldalán a kíváncsiságtól, de még mindig nem kérdezett semmit. S aztán mentek a vásárba, elvégezték a dolgukat, s már éppen indultak volna hazafelé, amikor a gazdának eszébe jutott, hogy hát csizmát ígért a cselédeknek. El kell menni a csizmadiához. No hát, ahogy beléptek a csizmadia házába, egy juhász éppen akkor alkudott egy csizmára, hogy hát, hogy így, meg úgy, hogy megadja az árát, ha 9 esztendeig jó lesz. Ahogy ezt a kocsis meghallotta, hát az olyan hahotára fakadt, de olyan hahotára, majd ki esett a csizmadia házának az oldala. Nézett megint a gazda. Már akkora luk volt az oldalán, hogy tám még az öklöm is befért volna. De még mindig nem kérdezett semmit. Hanem aztán, amikor mentek hazafelé, és megint ott ültek a bakon, hát már csak megkérdezte. Állj, te kocsis! Hát hogy van az, hogy te kikötötted, hogy nem mosolyogsz, nem köszönsz, aztán na, meg kétszer is köszöntél ma, s aztán még kacagtál is. Na hát az úgy van, tudja meg, gazduram, hogy én nem olyan akármilyen kocsis vagyok. Mert én vagyok Szent Mihály. S aztán elmondta az asszony dolgát a gazdának. S úgy tudja meg, Kent, hogy amikor szembe jött velünk a szegény ember, akkor nem a szegény embernek köszöntem. Mert annak a bal vállán ott ült Gábriel arkangyal. Hát az nekem komá. Há, köszönteni szoktuk egymást. S aztán, amikor szembe jött velünk a Sánta kódus, akkor se a kódusnak köszöntem, mert hogy annak meg a jobb vállán ott ült Jézus Krisztus. Az meg nekem feljebb való, ha illendő, hogy köszöntsem. S aztán, amikor a csizmadia házába hallottam, hogy a juhász alkuszik a csizmára, hogy 9 esztendeig így meg úgy, akkor meg azon kacagtam, hogy tudtam, hogy a juhásznak nem, hogy 9 esztendőre, de még 9 napra se lesz szüksége arra a csizmára, mert ahogy hazamegy, meghal. Ha, hitte is a dolgot, meg nem is a gazda. És aztán, ahogy hazaértek, szalajtotta az egyik cselédet a szomszéd faluba, a juhász falujába, hogy tudja ki, hogy mi lett a juhásszal. Jön vissza a cseléd, fogja a fejét, hogy jaj, hát nagy a baj, mert a juhász még haza se ért, be se lépett a házba, megbotlott a küszöbbe, elesett, beverte a fejét, s ott maradt azon mód. Na hát, ebből tudta a gazda, hogy bizony a kocsis igazat beszélt. No hát aztán letelt az egyesztendő. Szent Mihály ment az asszony lelkiér, s vitte föl az úr színe elé. Ha nem bizony, tartott egy kicsit az úr haragjától, s igaza is volt, mert az úr összevont szemöldökkel fogadta. Mihály fiam, ha hol késlekedtél? Ha már egy esztendeje, hogy leküldtelek? Jaj, ura! Jaj, amikor az asszonyhoz bekopogtattam, ott volt az a 4 kicsi gyermek, s úgy könyörgött az asszony, hogy még egy esztendeig nevelhesse őket. Ha nem volt szívem elvenni azoktól a kicsiktől az anyjukat, mi lesz velük, ki gondoskodik róluk? Na, ide figyelj, Mihály fiam! Látod-e amott azt a sást? Látom, uram. Na, vedd elő a bicskádat, nyesd le, s hasítsd ketté. Na, úgy is volt. Szent Mihály elővette a bicskáját, lenyeste a sást, s kezdte volna így hosszába ketté hasítani, hanem ahogy úgy elért a közepéig, a késének az éle megakadt valami kis göbbe. Hajlítja ketté, s nézi, mi van a göbbe. Hát, egy icike-picike kis pondró volt.
olyan picike, hogy netán még ide a körmöm alá is befért volna. Na Mihály fiam, látod-e ott azt a kicsi pondrót? Látom, uram. Na hát én még ennek a kicsi pondrónak az életiről is gondoskodom. Hát csak nem képzeled, hogy arról a négy gyermekről elfeledkeztem volna. Ja, igazad van, uram. Hát majd legközelebb, majd nem késlekedem. Így fogadkozott Szent Mihály. Hanem bizony fogadkozhatott, mert hogy legközelebb már nem volt. Mert úgy megharagudott az úr, hogy attól fogva nem küldte le Szent Mihályt a lelkekér. S azóta van, úgy tudjátok meg, hogyha egy léleknek betelik az ideje itt lent a földön, hát bizony, egyedül kell megállnia az úr színe előtt. Így van ez. Hogy ez ember miket megtanul? Hihetetlen. Ágikám, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, és nézek elébe a következő meséknek, és hidd el nekem, amióta te ezen a rádióállomáson mesélsz, azóta kicsit világosabb, kicsit szikrázóbb lett a dolog. Így van. Hidd el nekem. Ezt én tudom.